Olá Zoltán kanónok a sajtótájékoztató elején bemutatta az eseményre készült bannert, kihangsúlyozva, hogy Ferenc pápa Csíksomjóra tett látogatásával mind a négy magyar római katolikus egyházmegye híveihez érkezik. Bodó Márta elmondta, a plébániákon zajlanak a zarándokcsoportok szervezései. Mivel nem csak a gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári egyházmegyékből, hanem az egész Kárpát-medencéből érkező zarándokkal számolnak, március 1-től megnyitják az online regisztrációt a pontifex.ro honlapon. A regisztrációnak az a célja, hogy minél jobban felmérjük, hány ember szeretne részt venni ezen a történelmi eseményen, hány ember szeretne közelebbről találkozni Ferenc pápával, és emiatt, tehát meg a biztonsági előírások miatt, tehát szeretnénk minél jobban megszervezni az eseményt. De ki szeretném hangsúlyozni, hogy a regisztrációval mi nem akarjuk korlátozni a résztvevők létszámát. Tehát mindenkit arra bátorítunk, biztatunk, aki fizikailag egy picit úgy érzi, hogy 3,5 kilométer tud gyalogolni fel a Kissomjó-hegyére, meg vissza a Kissomjó-hegyéről, például a csíkszeredai állomásig, tehát szeretettel várjuk, és mindenképp bátorítani szeretnénk minden katolikus és más felekezetű embert, hogy vegyen részt ezen a történelmi eseményen. A sajtótájékoztatón Szőcs Csaba egy bemutatót tartott, hogy fog történni az online regisztráció a honlapon keresztül. Szemléltetésként a jelenlevő Székedi Ferenc publicistát regisztrálták az eseményre, aki az adatok kitöltése után azonnal visszajelzést kapott e-mailben, hogy adatait rögzítették. Mint elhangzott, a regisztrációt március 31-én zárják, de ha szükséges, még pár nappal meg fogják hosszabbítani. Olá Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy csoportos és egyéni regisztráció is lesz, de előnyt élveznek a csoportok. A szervezők azt is fontosnak tartották elmondani, hogy regisztráció és belépő nélkül is lehet jönni Csíksomjóra, viszont ebben az esetben a pápai misét csak távolról kivetítőn lehet követni. A biztonsági zónákba nem engedik be azokat, akiknek nincs belépője. Borbój Csaba Hargita megye tanácsának elnöke a regisztráció fontosságát hangsúlyozta, Székelyföld legnagyobb kalákájának nevezte a pápa látogatással járó zarándokok elszállásulását és a május 31-június 10 közötti Hargitai megyenapok gazdag programkínálattal való megtöltését. A korábbi sajtótájékoztatón Táncos Barna szenátor jelentette be, hogy felkéréssel fordultak az önkormányzatokhoz, a térség lakosaihoz, hogy legalább 100 000 zarándok számára biztosítsanak ingyenes szállás lehetőséget, hisz a vendéglátó egységek már szinte mind foglaltak. Ehhez a kezdeményezéshez már számos városi és vidéki önkormányzat, cég és magánszemély csatlakozott. A megyei tanács elnöke jó példaként említette Mártonáron püspök szülőfaluját, Csíkszentdomokost, ahol eddig már több mint 5 000 zarándok elszállásulását vállalták. Ugyanakkor van olyan csíkszeredai vállalkozó, aki cége udvarán ajánlott fel parkoló helyet autóbuszok számára. A pápa látogatás egy különös alkalmat biztosít arra, hogy bemutassuk, hogy nekünk van egy olyan népviseletünk, amelyre büszkék vagyunk, és amelyet nem a, úgymond a vitrínbe tartjuk, vagy a szekrényben, hanem szoktuk használni is. Vagy netalán ezen keresztül is éreztessük, hogy itt Székelyföldre jönnek, Székelyföldön vannak a vendégeink, és Székelyföld van, nem úgy, ahogy mondják egyes politikusok, hogy Székelyföld nem létezik. Ezért az a felhívást tettük közé, hogy mindenki szerezze be a székely ruháját, még addig van jó néhány nap, lehet varratni, meg lehet rendelni, hál' Istennek ma már nagyon sok székely termék, védjegyes ruha, csizma készítő van, akikhez nyugodtan lehet fordulni, az interneten vagy akár a székelytermék.ro oldalon lehet érdeklődni, és én hiszem azt, hogyha több 100 000 székely ruhában fogjuk várni a pápát, számára is egy különös élmény lesz, és azok az államfők, azok a nemzetközi sajtóorgánumi képviselők, akik itt lesznek, meggyőződnek benne, hogy itt egy élő nép van, egy olyan nép, amely büszke a hagyományaira, a kultúrájára, és azt naponta meg is éli. Borbój Csaba elmondta, hogy minél több önkéntesre is szükség van. Elsősorban székelyföldieket kérnek erre a feladatra. Aki jelentkezni szeretne önkéntesnek, az kapcsolatba léphet Csobot György Deák Szabolcssal, az önkéntesek koordinátorával, a képernyőn látható telefonszámon és e-mail címen. A pápa látogatásával kapcsolatosan elhangzott továbbá, hogy a szertartás latinul zajlik majd. Az énekek magyarul csendülnek fel,
A pápa olaszul szól a zarándokokhoz, amit magyarra, románra és angolra fordítanak. A kivetítőkön feliratozás is lesz román nyelven. A Román TV élőben közvetíti az eseményt. Ezzel is meg akarják könnyebbíteni a hívek bekapcsolódását a szentmisébe. Mobiltelefonokon is hallgatható lesz a különböző nyelvekre történő fordítás más-más frekvenciákon.